Albizia julibrissim, a selyemakácnak egy fiatal példánya előtt állok. Ugye ez az a növény, ez az a kis fácska, amelyik ugye Iránból származik, egy nagyon picikét fagyérzékeny, és látjuk azt, általában a növénnyel vele járnak azok, hogy ugye sokszor, pláne hogyha nagyobb, akkor általában ezeket a elfagyott részeket nem szedik le metszőlóval, így most például itt van ez is, ezt itt nyugodtan le tudom törni, hiszen látszik, hogy recsenve, roppanva törik szét, ugye ezek azok a részek, amelyek ugye elfagytak, mert hát gyakorlatilag szinte majdnem minden évben történik olyan, hogy akár enyhe a tél, akár keményebb a tél, de azért valamennyi mindig vissza fog fagyni a selyemakácunkból, de hát igazából ilyenkor nyár elején borul aztán a gyönyörű szép rózsaszínes rillás virág felhőbe ez a fa, egy nagyon gyorsan növő fa, amelyet egyébként lehet utcafrontra is ültetni, vagy a kertbe bárhova. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő tápanyagellátást, egyébként egy igénytelen növény, tehát bárhol megél, de a megfelelő tápanyagellátást, illetve a gazdag vízellátást, az bizony gyors és dinamikus növekedéssel hálálja meg.